Folytatódott a Victoria Pódium Kert Csináló Turmix kulturális programsorozat, amely a Victoria Rehabilitációs Központ alapítványának szervezésében indult, a város sokszínű kulturális életét bemutató, havonta jelentkező műsor, amelynek jótékony célja az itt élők életkörülményeihez való hozzájárulás. Kultúrát próbáljuk egy kicsit összemixelni. Az elsődleges cél az volt, hogy idehozzunk ebbe a házba valamiféle ismertséget, érdeklődést, adományok révén akár pénzt is, és hát erre jó ürügynek látszott az, hogy valamilyen kulturális dolgot tegyünk a nézők elé. A megnyitót követően Burján Orsolya vezényletével a Primavera kórus koncertjét kísérhették figyelemmel a zenebarátok, akik ismét varázslatos dallamokkal lopták be magukat a nézők szívébe a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával. Ez egy nagy megtiszteltetés számomra, hiszen egy nagyon legendás karnagynak kellett tovább vinnem és folytatnom az ő tradícióját, és nagyon boldog voltam, amikor felkértek erre. És ez alatt a 2-3 hónap alatt egy nagyon kemény, de nagyon inspiráló munka van mögöttünk, és nagyon örülünk, hogy ezt megmutathatjuk most ezen a szép koncerten. Az est vendége volt Vakler Lajos, a Fehérvár Média Centrum szerkesztő riportere is, aki újságírói pályájáról, filmjeiről, illetve az elmúlt időszakban megjelent portréköteteiről tájékoztatta a hallgatóságot. Megtiszteltetést jelent számomra, és megerősítést természetesen. Én azt gondolom, hogy mi a Fehérvár Média Centrummal, munkatársaimmal is sokat tettünk azért, hogy azok a rászorulók megkapják az őket megillető bánásmódot, segítséget, amelyet megérdemelnek, és nyilvánvaló, hogy én egy vagyok azok közül, akik ezért tesznek is, hiszen számtalan szor itt voltunk már a Victoria Rehabilitációs Központban ebben a műsorban, és mondom, még egyszer megismétlem, számomra megtiszteltetés, hogy most az én életutam kerül fókuszba. Heller Tamás tudományos szakújságíró mesélt történelmi kutatásairól, afrikai barangolásairól, mélytengeri búvárkodásairól, illetve bepillantást nyerhettünk cápa expedícióinak történéseibe is. Való igaz, hogy talán nem hétköznapi dolgokkal foglalkozom. Tudományos újságíróként, szakíróként dolgozom, és a közel múltban behatóan foglalkoztam a cápák viselkedés biológiájával. Ennek kapcsán több dél-afrikai expedíción vettem részt. A mozgássérültek Victoria Rehabilitációs Alapítványa által megálmodott esemény közösségteremtő és jótékony célokat is szolgál. Az esten befolyt teljes összeget az alapítvány a központ fenntartására fordítja.